Fiákerrel citora szóval érkeznek a kelebiai táncos fiúk az éppen soron következő lányos házhoz. Meglocsolták őket, hogy frissek, egészségesek legyenek. Húsvét másnapján mi jut eszembe? Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. Szerintem nagyon megörülnek, és ezért mi is örülök, mert híves tojást kapunk utána. A csoportvezetők számára fontos, hogy tanítványaikat megismertessék a hagyományokkal. Ne csak a próbákon foglalkozzanak a népművészettel. Már ide járunk végül is 5 éve, és ezt az együttest vezetjük, és fontosnak tartjuk azt, hogy nem csak a táncpróbákon történjen meg mindez az úgynevezett hagyományápolás, bár szerintem ez egy ilyen nagyon rossz kifejezés, hogy hagyományápolás, mert szerintem a hagyomány nem beteg, és nem ápolni kell, hanem élni benne. És ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a táncpróbákon kívül, meg a föllépéseken kívül is funkciójában meg tudjon jelenni azok a szokások, azok a hagyományok, amiben őseink éltek. A locsolkodók az őket felkaroló pedagógusokhoz is ellátogattak. Hát nagyon meglepett, és valóban nagyon-nagyon örülök, mert ilyen még kelebián nem volt. Hát én idevalósi vagyok, és hát ez egy annyira, szerintem hagyománnyá fog ez majd alakulni, és minden évben a fiúk ilyen szép táncos lábúak, hogy a tanítónénit is megtáncoltatják, hát le a kalappa előtt. A lányok az összes locsolkodó fiúval táncoltak. Nagyon örülünk, ilyen évben még sosem volt részünk. Mivel készültek a fiúknak? Süteménnyel, üdítővel, ilyen, és édességekkel. Kelebián azt remélik, hogy hagyománnyá válik a locsolkodás a településen.